A creepert nem láttuk még. Kíváncsi vagyok, hogy melyik creeper jön ki belőle. Ó, a sima creeper. Íjj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 
titeket egy újabb Minecraft videóban. Ma ismételten egy modot fogok nektek bemutatni, mégpedig egy Halloween-i modot, ez nem más, mint a No Holds Barred mod. És hát eljött a Halloween megint csak. Itt vagyunk az év azon időszakán, amikor mindenféle ijesztő Halloween-i videókat kell feltölteni, legalábbis én minden évben ezt csinálom most már. És hát ez idén se lesz másként, ugyanis mindenféle Halloween-i videókkal készültem nektek, lehet, hogy már láttatok belőle párat, lehet, hogy még csak most következik, nem tudom, hogy milyen sorrendben fogom feltölteni őket. A lényeg az, hogy érdemes figyelni a csatornát, mert mindenféle nagyon király Halloween-i videó lesz, úgyhogy ha tetszik majd nektek ez a videó, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek odalent egy like-kal, illetve írjátok meg kommentben, és hogyha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a modot, akkor a letöltés linket megtaláljátok a leírásban. Szóval ez egy Halloween-i mod, úgyhogy itt is vagyunk a mi kis szokásos Halloween-i pályánkon, viszont most egy elég érdekes helyről indítjuk ezt a mai videót, itt a lelkek elindultak abba az irányba, úgyhogy mi is mindjárt követjük őket. Szóval ez egy Halloween-i mod lesz, és az a helyzet, hogy ijesztő hangokat is hozzáad a játékhoz, én most direkt lenimitottam a játékot, de szerintem most már elmondtam az intrómat, úgyhogy visszaállítom a hangerőt, szóval hogyha hallani fogtok a háttérben ilyen ijesztő nevetéseket meg suttogásokat, akkor azokat nem én vágtam be a videóba, hanem a mod adja hozzá ezeket az ijesztő hangokat. Na de akkor vágjunk is bele, nézzük, hogy miről szól ez a mod. Kapunk rögtön egy vaskardot, illetve rengeteg tökpitét, mert hát Halloweenkor így van, ez volt az első ilyen hangunk. Szóval Halloweenkor nyilván tökpitét kell lenni, mert ott van egy töklámpás, és akkor gondoltam, hogy igen, na mindegy. Nézzük, hogy mi lesz a mai videóban a feladatunk. Össze kell gyűjtenünk 5 különböző cukorkát. Tudjátok, hogy Amerikában hagyomány, hogy Halloweenkor a gyerekek az utcájukban, meg más utcákban bekopogtatnak a házakba, és cukorkát kérnek. Hát ez a csokit vagy csalunk, így magyarra lefordítva. Úgyhogy most mi is ezt fogjuk csinálni, legalábbis hasonló dolgokat, mert hát egy Halloween-i modról van szó. Úgyhogy akkor kövessük a töklámpásokat. Egyébként ebben a videóban ezeket kell követnünk, hogy teljesítsük a mod bemutatót. Húha. Igen, itt valaki nagyon ijeszgetni akar engem. Az első a Jumpkin. Ugye ez a Jump és a Pumpkin szó összetett változata, tehát az ugró tökfej végül is. Na most ez az egyik olyan szörny, akitől cukorkát tudunk szerezni, viszont ő álcázza magát. Tehát, hogyha sétáltok mondjuk a nagyvilágban, bárhol amerről én jöttem, és találtok csak úgy egy random tökfejet, vagy egy random tököt a földön, mint ahogy az alapból is így van a Minecraftban, mostantól legyetek vele óvatosak, mert nem biztos, hogy egy sima tökről van szó, lehet, hogy egy ilyen szörnyetekről, úgyhogy nézzük is meg őt. Így néz ki. 4 életereje van, szóval nem olyan sok. Így ugrál, és hogyha megsebez, hát egy szívnyi életerőt vitt le, azért vigyázni kell vele. Viszont ha nagyon távolra megyünk, akkor én azt vettem észre, mintha átszázná magát, de most lehet, hogy nem fogja azt csinálni, mert követ engem. És kaptam is tőle egy cukorkát, mégpedig egy tök ízű cukorkát. Hát nem biztos, hogy én azt meg szeretném kóstolni, még soha nem láttam olyan cukorkát, aminek ilyen tök íze van. Bár mondjuk a töklevest meg a tökfőzeléket se szeretem, szóval valószínűleg amúgy sem enném meg. Hát most valamiért nem akarja, srácok, az igazságot. Amit nem igazán értek, mert tényleg videón kívül ezt láttam, hogy így működik. Na mindegy, menjünk vissza túlélő módba. Akkor viszont megbüntetem, mert nem mutatta be az álcázó képességeit. Viszont ezt írta a mod weboldalán, és egyébként én is láttam működésben, tehát tényleg tudja álcázni magát. Most, hogy szereztem ilyen cukorkát, szerintem nem is fogok tökpitét enni, hanem megeszem ezt a cukorkát. Viszont muszáj volt egy kicsit pótolnom tökpitével a cukorkát, mert a cukorka azért, valljuk be, nem olyan tápláló. Oké, hát akkor ennyit érdemes tudni a Jumpkinról. Menjünk is tovább, és jutalomként kapunk egy vassisakot. Na, akkor már is van egy kis védelmünk. Az azért mindig jól jön, főleg, hogyha erősebb mobok jönnek majd. A következő a Creeper Ween. Tehát a Halloween és a Creeper keveréke, a Creeper Ween. Ezek a creeperek sebezhetetlenek, tehát a kard az itt most nem fog segíteni, hiába fogom őt támadni, majd meglátjátok ti is, hogy nem segít. Viszont egyféleképpen lehet megölni, hogyha hagyjuk, hogy felrobban. És akkor robbanáskor kiesnek belőle a cukorkák, amik benne vannak.
Úgyhogy nézzük meg, így néz ki, 20 életereje van. És láthatjátok, hogy ha én meg akarom ütni, semmit nem tudok csinálni. Világít az arca egyébként. Úgyhogy hagyom felrobbanni. És azt nézzétek, mennyi cukorka kiesett belőle, mint egy pinyáta egyébként, nagyjából úgy működik. Nézzük, miket kaptunk. Zöld alma ízű cukorka, szőlő ízű cukorka és citrom ízű cukorka. Nekem a citromos a kedvencem ezek közül. Ja, nem, még itt is van. Még több citromos és még több... Ó, van most már görögdínye ízű. Szerintem görögdínye ízű cukorkát még nem is ettem életemben. Na jó, nézzük meg még egyszer ezt a szörnyet. Nagyon király ez a világító arc. Szóval láthatjátok, hogy hiába ütöm meg, nem csinál semmit. Most csak azért robbant föl, mert nagyon közel kerültem hozzá. De megpróbálom úgy csinálni, hogy hiába ütögettem, nem úgy alapból pirosra váltana, meg láthatnátok a bal felső sarokban, hogy megy le az élettereje, de ez most nem így van, mert sebezhetetlen ez a creeper, valószínűleg amiatt a narancssárga kíreg miatt, ami borítja a testét, olyan erős, hogy nem lehet átütni rajta. Legalábbis ezt írták a mod weboldalán, én pedig hiszékeny vagyok. Na jó, menjünk tovább, és megint kapunk jutalmat, mert teljesítettük ezt is, egy vas melvértet, az már azért mindjárt jobban hangzik. Föl is veszem, egyre több védelmem van, srácok. Szerintem egyébként itt a robbanás során szerzett dolgokat is leteszem, mert nem fognak kelleni. Hallottam volna egy robbanást, de lehet, hogy már csak beképzelem magamnak. És akkor menjünk át ezen a hát elég rossz állapotban lévő hídon. A következő mob a zombi kéz, illetve a zombi kezek, mert hát azért a zombinak is két keze van. Ezek egyszer egy blokk méretűek, tehát ez azt jelenti, hogy ha van mondjuk egy olyan kicsi átjáró, ami ott van, az egy blokk nagyságú, azon is átférnek. Tehát ott is üldözni tudnak titeket, és hogyha van hátraütés enchant a kardotokon, tehát knockback enchant, az semmi se fog segíteni, mert nem lehet őket hátralökni. Viszont néha kimásznak a földből. Úgyhogy nézzük meg őket. 20 életerejük van, ami elég durva. Próbáljuk meg kicsit kicselezni őket. És kiugrott, mert ugye nem tudott volna ott átmászni. Viszont... én itt ezt ki is használom, és szépen lelököm oda. Szevasz! Tehát láttátok, mivel nem tudott itt átjönni, ezért kénytelen volt kimászni a földből. Viszont ha megütitek, elvileg akkor is kiugrik, igen. Tehát... ó, még vasrudat is dobott. És ugye nehezebb őket észrevenni, mert nem olyan két blokk magasak, mint a sima zombik, hanem így elrejtőznek a blokkban. És így elég nehéz őket észrevenni. Viszont megindultak, és ha megütitek, akkor kiugrik a földből, és utána már rendes zombiként viselkedik. Ő viszont már nem fog cukorkát dobni, tehát ő nem fog ilyeneket adni nekünk, mert ő egy sima zombi végül is. Oké, akkor ezt is teljesítettük. És mit kapunk? Vas lábszárvédőt. Nagyon király. Oké, közben ezeket a cukorkákat szerintem így félre rakom. Oké, és akkor vegyük fel az újabb páncéldarabot. És nézzük, hogy mi a következő. Kísértő. Oké, egyébként ezekről a háttérzajokról még annyit, hogy ezek csak este fognak lejátszódni, tehát én nappal állítottam fel ezt a pályát, nappal készítettem el ezt a bemutató pályát, mármint itt a Minecraftban volt nappal, viszont most beállítottam, hogy este legyen, és így egyből elkezdődtek ezek a hangok. Na mindegy, a következő mob a kísértő, aki ritkán fog spawnolni, tehát ő egy ritka mob, viszont más mobokat irányít, és láthatatlan is egyben. Úgyhogy nézzük is meg ezt a kísértőt. Leteszem, és már is eltűnt. Viszont... ó! Leszpónolt egy creepert, láttátok azt a füstfelhőt? Ez azt jelenti, hogy a kísértő irányítja ezt a creepert. Tehát... Jaj. A kísértő irányítja ezt a creepert, srácok. Úgyhogy vigyázni kell vele. Na végre meghalt, oké. Nézzük, hogy milyen mobokat tud még irányítani. Hopp. Hoppá, megjelent egy skeleton. Oké. Okay. Hol vagy? Jó. Nagyon király. Megjelent egy creeper is. Akkor úgy látszik, nem halt meg a kísértő, hanem leszpunolt egy újabb szörnyet. Amikor halljátok a háttérben ezt a kis hangot, illetve egy füstfelhő megjelenik a mob körül, akkor az azt jelenti, hogy a kísértő irányítja. Hallottátok? Ezt is a kísértő irányítja. Na most már elég lesz, kedves kísértő. Mert ez már túl sok szörny, és szeretnék, ha majdnem felrobbantotta a ládát. Ó, már megint. És most egy zombit hozott elő. Nekem ennyi elég volt. Szerintem egyébként megszabadulhatunk tőle, hogyha átállítjuk békésre.
Mert akkor eltűnik maga a kísértő mob is. Legalábbis remélem, aztán mindjárt megjelenik még egy szörny, azért az elég ijesztő lenne, mondjuk Halloween az pont az ijesztésről szól. Na már most, a kísértőtől elvileg különböző alkatrészeket lehet szerezni. Az egyik ez a malevolent energia, a másik pedig a diabolic compound. És hogyha ezeket összekraftoljuk, akkor megkapjuk a szörny detektort. Itt van egyébként a recept, bármilyen formációban működik, de mindkettőből kettő fog kelleni. És akkor nézzük is meg, hogy hogy működik ez a szörnydetektor. Leteszek még egy ilyen kísértőt. Majd távolabb jövök. Halljátok? Jelzi a pókot. Oké. Okay. Na most a pók az nem tud feljönni, úgyhogy ez végig itt fog sípolni, amíg meg nem hal a pók. Na jó, gyere! Viszont ha megölöm, akkor el fog némulni. Aha, most van egy másik mob. Csak ő távolabb van, és ezért ilyen mély a sípolás. Hopp, erősödik a jel. Itt van valahol. Ó, oh. Szia! Szerintem a kísértőt jelzi, csak ő ugye láthatatlan. Úgyhogy ez végig itt fog sipolni nekünk, mert él még a kísértő. Ja, úgyhogy... És eltűnt a kísértő. Oké, okay, most már nem sípol. Úgyhogy így működik, srácok, ez a szörny detektor nagyon hasznos, főleg a kísértőnél, mert ugye ő láthatatlan. Oké, okay, akkor ezek szerintem már nem kellenek nekem. A szörny detektort is leteszem, mert egy kicsit idegesítő ez a sípolás. Oké, okay, ide szemetelünk majd. És megkapjuk az utolsó páncéldarabot. Nagyon király. És akkor menjünk tovább, srácok. Találtam a kreatív menüben ilyen álmobokat, akik nem igaziak, de hasonlítanak az eredeti másukhoz. És halálukkor nem játszódik le a halál animációjuk, egyszer csak eltűnnek. Tehát megmutatom nektek, kiveszem egyébként az összeset. Az első legyen mondjuk ez az ál creeper. Tehát ha én most őt leszpónolom, akkor úgy néz ki, mint egy sima creeper. És hogyha meg... Eltűnt. Látjátok? Tehát, hogy... És innentől kezdve nem tudod, hogy hol van. Na most a szörnydetektor nem tudom, hogy segít-e. Nem, tehát akkor végleg eltűnnek. Úgy tűnik. Nézzük meg, a következő mondjuk a husk. Látjátok? Eltűnt. Nagyon fura. Tehát könnyen összetéveszhető az eredeti szörnyel. De amint megütitek, rögtön kiderül, hogy ő egy álszörny, mert eltűnik. Itt a pók. Eltűnt. Itt van a stray. Eltűnt. És itt is van ez a fura hang a háttérben. Hallgassátok? Tehát ez is jelzi, hogy egy álmobról van szó. Nagyon fura, nem tudom, hogy mire véljem ezeket a mobokat, viszont nagyjából ennyit érdemes tudni róluk. Menjünk tovább, srácok, a mod bemutatóval. Jön a Hello Witch, tehát a Halloween-i boszorkány, a Halloween és a Witch szókeveréke. Na most ez egy nagyon érdekes boszorkány, mert ő már tényleg meg tud minket átkozni. Ugye a sima Minecraftos boszorkány nem igazán képes erre, de ő igen. És hogyha megöljük, akkor megvan az esélye, hogy átok gömböket dobjon. Ezekkel a gömbökkel tud minket megátkozni. De hogyha eldobja nekünk ezeket a gömböket, akkor már mi is meg tudunk átkozni másokat. Úgyhogy nézzük meg ezt szerintem, én ide visszajövök, mert itt elég sok hely van. Nézzük meg, hogy hogy néz ki, bár előtte lehet, hogy eszek egy kicsit, oké. Okay. És akkor spawnoljuk le. Így néz ki. És úgy látszik, hogy alapból nem támad, 20 életereje van. Ja, alapból úgy látszik, hogy... Ja, nem, 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 de. Oké, okay, alapból egy békés mob. De ha megütitek, akkor már nem lesz az. És elvileg meg fog átkozni. Most megátkozta saját magát. Megátkozta saját magát, srácok. Ez a pókátok. Ó, és rám rakta a pókátkot. Látjátok a fejem körül a pókfejeket? Ez azt jelenti, ki is írta a chatbe, hogy megátkozott a pókátokkal, és folyamatosan ugrálok. Tehát ezt most nem én csinálom. A karakterem magától ugrál össze-vissza. Ez nagyjából egy percig tart egyébként. Elég idegesítő, és eldobta, ott van az átok. Ajaj, vegyük föl, ez az. Eldobta ezt az átok gömböt, ezzel meg tudunk átkozni másokat. Hát én maximum magamat tudnám megátkozni, mert hogy egyedül vagyok. Na most már lassan lejárhatna. Úristen, ez milyen hosszú ez az egy perc. Na, légy szíves. Király ez az effekt egyébként így a fejem körül.
Na jó, most már tényleg abban maradhatna. Tegyünk le még egy boszorkányt, nézzük meg, hogy hogy működik ez az egész. Oké, és eldobott egy átokgömböt, de úgy látszik, hogy nem talált el. És lejárt az átok végre. Na nézzük, hát ha megátkoz megint. Nem, túl gyorsan öltem meg, várjatok egy kicsit, adok neki egy kis esélyt, megütöm egyszer. És megdobsz átokkal? Megdobott, de nem talált el. Megint nem talált el. Ó, és rám rakta a szellemátkot. Ez azt jelenti, hogy az... Elvileg azt jelenti, hogy az 50 blokkos körzetemben levő szörnyek meglátnak engem. Tehát látható leszek 50 blokk távolságról is. Hát ezt most így nem tudom nektek bemutatni, de így működik. Van itt még valami? Nincs. Oké, akkor menjünk tovább. Őt visszarakom egyébként. És lassan szerintem lejár egyébként ez az átok is, remélhetőleg. Egyébként itt vannak a szellemfejek az én fejem körül. Ez mutatja, ha meg van átkozva valaki. Szia kedves tehén, semmi bajom nincs, normális vagyok. Oké, akkor mehetünk is tovább, itt szépen lejövünk. És megérkeztünk a temetőbe, srácok. Itt vagyunk. És akkor beszéljünk egy kicsit ezekről az átkokról, hogyha már itt az előbb megtapasztaltuk, hogy pontosan mit tudnak. Hát ugye ezekkel az átok gömbökkel lehet megátkozni valakit, viszont a cukorkák pedig semlegesítik az átkokat. Tehát olyan, mint amikor egy mérgező bájitalra tejet isztok, ugye a tej eltünteti a bájital effekteket, hát itt a cukorkák eltüntetik az átok effekteket. Úgyhogy nézzük is meg. Az első legyen a zombi átok, ami mérgező krumplival árasztja el a játékos inventoriát, tehát feltölti az egész inventorinkat mérgező burgonyával, ami nem biztos, hogy túlzottan jó. Egyébként ezeket mindjárt megnézzük a gyakorlatban. A következő a slime átok, ami lassúság effektet rak ránk, illetve magasugrást, mert ugye a slime-ok lassan mozognak, de nagyon jól tudnak ugrálni. Aztán van a poke átok, amit az előbb megtapasztaltunk ott a boszorkánnyal, mert elkezdtem össze-vissza ugrálni, ugye így ugráltam minden irányba, és nem tudtam irányítani. Aztán van a creeper átok, hogyha sokszor suhintjuk a kardunkat, akkor a fejem körüli creeperek felrobbannak, és valószínűleg sebeznek is engem. Köszönjük. Akkor van a gázt átok, ami az előbb volt rajtam, ez a furulya hangú átok. Az 50 blokkos környezetemben minden szörny észre fog engem venni. És van még a csontváz átok, amikor az életerőm folyamatosan változik. Tehát lehet, hogy csak 2 szívem lesz, lehet, hogy 8 szívnyi életem, lehet, hogy csak 5, lehet, hogy fél szívnyi, lehet, hogy feltölti az összeset, tehát folyamatosan változtatja. Úgyhogy nézzük meg ezeket az átkokat szerintem. Egyébként ilyen 8-as stackekben lehet tárolni őket. És hát megpróbálom eltalálni magam átokkal. Nézzük. És itt van a pókátok, ez már volt rajtam. Úgyhogy akkor ezt le is veszem, szerintem van nálam cukorka, majdnem a ládából akartam kivenni. Jaj, de nem vagyok éhes, akkor viszont futkározzunk egy kicsit, hogy tudja kenni belőle. Na jól van, srácok, hát úgy látszik, hogy meg kell várnunk, amíg lejár, és ez meg is történt. Jó, nézzünk még egy átkot. Remélhetőleg addig megéhezek. Creeper átok. Aha, ez volt az, hogy felrobbannak a fejemnél a creeperek. Nézzük csak. Aha! És tényleg, srácok, olyan sokszor ütöttem a kardommal, hogy felrobbant. Wow! És itt spónoltam. Oké, srácok, nézzünk meg még egy átkot szerintem, mert rengeteg olyan van, amit még nem mutattam be. Feldobom, és ha sikerül eltalálnom magam, akkor megvan a szellemátok, ami azt jelenti, hogy 50 blokkos körzetben észrevesznek a mobok. Na most én ezt úgy tudnám bemutatni, hogyha sietek, mert egy percem van, hogy leteszek néhány zombit nagyon távol, olyan távol, ahonnan még alapból nem vennének észre. Hogyné. Gyerünk. Jó, visszajövök ide, átmegyek túlélőbe, és elvileg 50 blokkról is... Aha, már jönnek is! Látjátok? Ott jönnek. Nem tudom, mennyire lehetett látni a rácsok miatt, de... Onnan észrevettek engem, és még ott voltam a temetőben akkor, tehát tényleg működik ez az átok. És most meg kell küzdenem velük, mert észrevettek. Alapból ilyen távolságról bizonyos szörnyek nem vennének észre, de az átoknak köszönhetően sajnos észrevettek. Na gyertek! Elvileg most már így talán egy kicsit éhezni is fogok, mert harcolok, de úgy látszik, hogy nagyon jól bírom, mert nem megy le az éhségem. És így nem tudom levenni magamról az átkot, mert nem tudom megenni a cukorkákat. Fura ez, hogy nem vagyok éhes. Na jó, nézzünk még meg néhány átkot, hát ha kapunk újakat. Melyik az, amit még nem kaptuk meg? Zombiátok, slime átok,
és csontvázátok. Ez a három. A zombi, slime és csontvázátok hiányzik már csak a listából. Na hát nehéz lesz őket megkapni. Azt hittem fenn akadt a fán. Megvan a zombiátok! Nézzétek az inventorimat! Látjátok? Tölti fel mérgező krumplival. Ó, hát ez nem túl jó. A leghaszontalanabb item konkrétan. Na jó, akkor kicsit futkározok, hát ha most már lemegy végre az életerőm, pedig tényleg normálon vagyok, tehát elvileg éheznék. De valami nagyon finoma tehettem a videó előtt, mert egyszerűen nem akarok éhezni. Úgyhogy közben szépen feltölti az inventorinkat ilyen mérgező krumplival, ami nem túl jó. Jó, szerintem én ezt valóban kidobom, mert ez így nem lesz túl jó. Nem tudom, mondjuk ide. Úgy, né, és egyébként most versenyzek az átokkal, mert ő meg folyamatosan tölti fel az inventorimat. Na, gyerünk, hányat akarsz még beadni? Jó. Az igen, az abban nem hiszem, hogy bele akarok ugrani. Jó, ez volt a zombiátok. Van még a slime és a csontvázátok. Nézzük meg azokat. Remélhetőleg megkapom. Jó lenne, hogyha lennének ilyen saját átokgömbök a bizonyos árkoknak. Megvan a pók... ja, az már volt. És még mindig nem vagyok éhes. Átállítom nehéz fokozatra, hát ha itt jobban elkezdek éhezni. Én nem tudom, mi van, srácok, egyszerűen nem akarok éhezni. Azért ez a Minecraft van elég durva, hogyha valaki nem akar, pedig most ugrott egyet az ételcsíkom, tehát elvileg működik az éhezési mechanika. Csak valamiért nem akarja levinni. Na most! Oké, megeszem a cukorkát, hogy elmúljon. És elmúlt az átok, nagyszerű. Oké, nézzük, még hiányzik a slime és a csontváz. Itt van a csontváz. Nézzétek az életerőmet! Most feltölti, most levitte, úgy, de mindjárt meghalok. Most feltöltötte, levitte, feltöltötte, félig, feltöltötte, megint félig, feltöltötte, levitte egy kicsit. Megint kicsit levitte, még inkább lejjebb viszi, ajaj. Feltöltötte, most marad, most nagyon levitte, most nagyon feltöltötte. Most kicsit levitte, most nagyon levitte, most megint feltöltötte. Nagyon király, srácok, látjátok, hogy változik? Az a rossz, hogyha többször egymás után olyat kaptok, ami leviszi az életeteket, mert akár bele is halhattok. Nem tudom, hogy tényleg így működik-e, viszont cserébe én ezt meg tudom enni, és el is múlt szépen az effekt, és még van a slime átok, hát nem tudom, hogy mennyi esély van arra, hát igazából, ha megnézzük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 a 6-hoz az esélye, hogy megkapjam a slime átkot, 6 különböző átok van ezek szerint, hát ez nem az, viszont tudok enni cukorkát, mert a regeneráció miatt éhezek, nagyon király. Jól jött ez a skeleton átok, mert kicsi segített is, még akkor is, hogyha átok. Ez az ajaj, megint, jó, cukorka, cukorka, nehogy meghalljunk, most nagyon kevés az életerünk, de már feltöltötte nekünk az átok. Oké. Gyere, gyere, gyere. Jaj, ezt nagyon eldobtam. Oké, az eltalálta a kerítést, jó. Megátkoztuk a kerítést, srácok. Ó, ez megint a pókátok, és már megint feltöltődött az életerőm, nem már. Na jó van, srácok, akkor egy kicsit várok, amíg lemegy az életerőm, addig megnézem azt a tehenet, akit az előbb láttunk ott a domboldalon, megnézem, hogy őt meg tudom-e átkozni, mert azt tudom, hogy más játékosokat meg lehet átkozni ezekkel a gömbökkel, de azt nem tudom, hát ez elég nehéz lesz így, azt nem tudom, hogy mobokat is meg lehet átkozni. Au, hova lettél, tehén? Csak meg akar... Ó, itt van. Szia! Ó, megátkoztam, és ő pezzeg megkapta a slime átkot. Látjátok? Megkapta az átkot. Ha most megütöm és ugrani akar, akkor elvileg magasra fog ugrani. De úgy leszik, csak lefele megy. Oha, látjátok, milyen magasra ugrik? Azt nézzétek. Wow! Na ő bezzeg megkapta a slime átkot. Na jó van, srácok, akkor szerintem bemutattuk a slime átkot is. Még ha a tenhénen keresztül is. Oké, őt megátkoztuk. Akkor láttuk végül is a slime átkot is. Szerintem azért látszódott a tehénen, hogy elég magasra tud ugrani. Vagy ha nem, akkor higgyétek el nekem, mert én láttam. Jó, és akkor erre mennek tovább a töklámpások, úgyhogy követjük őket. És megérkezünk ehhez a nagy szörnyetekhez hamarosan. Viszont előtte beszélgessünk a cukorkákról, amiket eddig szépen összegyűjtöttünk. Itt vannak ugye, néhányat sikerült megtartanom. Ezek mindig egy ételpontot töltenek fel, tehát ha megnézitek, akkor feltöltött egyet ott a képernyő alján. És megevett még egyet? Láttátok, hogy a karakterem megevett magától még egyet? Oké. Szóval a lényeg az, hogy egyet tudnak feltölteni, viszont ha egy kicsit futkározok, akkor
Igazából ez azért jó, mert össze lehet craftolni őket meg a cukorkává, és hogyha éhesek vagyunk, akkor azt is meg tudnánk enni. Viszont egyébként nekünk kéne szerintem egy crafting table, mert le kell craftolni ezeket a mega cukorkákat, és meg akarom nektek mutatni, hogy hogy működik. Szóval nézzük meg, tehát így néz ki egyébként maga a mega cukorka, és hát igen, az összeset, összes cukorkát össze kell craftolnunk. Oké, kivettem mindet. Tehát nézzük csak meg, várja, ezt is kiveszem, mert most lusta vagyok megjegyezni. Aha, itt is van a mega cukorka, srácok, lekraftoltam egyet magamnak, és ha ezt megeszem, akkor elvileg 5 ételpontot tölt fel, illetve 2,5 szívet. Tehát nem csak az ételünket regenerálja, de az életerünket is, ami szerintem nagyon király. Na minden, srácok, az ételpontot most nem tudtam levinni, de nézzük meg, hogy az életerünket hogy tölti fel. Azt nézzétek, mennyit regenerált. És mivel feltöltötte az ételpontunkat, az életerünk is elkezdett regenerálódni. Nagyon király. Szóval, srácok, mindenféleképpen hasznos lekraftolni ezeket a mega cukorkákat, de ahhoz előbb szörnyeket kell ölnötök, hogy cukorkát szerezhessetek. Na és akkor jönnek a cukorka kéregetők. Ez az utolsó pontja egyébként a bemutatónak, arra már nem megyünk tovább, az ott más jelzés. Szóval a cukorka kéregetők, hát ugye Amerikában ők szoktak járkálni az utcákon Halloweenkor, és cukorkát kéregetnek. Na már most ők jelmezben vannak mindig, és cukorkáért adnak valamit cserébe. És mindegyiküknek van valami kedvenc cukorkája, amit kérni fog tőlünk. Viszont a mega cukorkát, amit ugye az előbb lekraftoltunk, azt mindenki szereti. Viszont ha megöljük őket, amit nem tudom, hogy miért akarnátok megtenni, akkor valamilyen szörny bosszút fog állni rajtunk. Hát akkor nézzük meg ezeket a kéregetőket. Egyébként nincsen minden cukorkából megfelelő mennyiség nálam, úgyhogy szerintem az lesz, hogy én innen fogok venni elég sokat, mert szerintem elég falánkok ezek a gyerekek, akik cukorkát fognak tőlem kérni. Igen, meg a cukorka az pedig van nálam, oké. És akkor nézzük meg őket. Kíváncsi vagyok, hogy hogy működnek. Itt van egy csontváznak öltözött. Nézzétek, és ott van alatta az igazi gyerek, csak felöltözött csontváznak. És csak 10 életereje van a 20-ból, ugyanis ezekkel a cukorkákkal tudjuk őket regenerálni. Azt mondja, hogy adjunk neki cukorkát, különben lelő minket, mert ugye ő skeleton. Hát nézzük, hogy mi a kedvence. Nem, ő a citromos cukorkát szereti, akár csak én. Adtam neki, és ő adott cserébe egy csontot. Tehát mindig azt fogják dobni, amit a szörny dobna. Tehát ugye most ő skeletonnak öltözött, ezért egy csontot dobott, és azt írja, hogy nyami, ez a cukorka savanyúbb, mint a halál. Köszönöm, most már meghagyom az életedet. Na hát, akkor én köszönöm. Ó, ő pedig zombinak öltözött, srácok. Gyere csak egy kicsit, nézzük, hogy te mit kérsz. Ó, és eltaláltam, mert ő pont görögdínye ízű cukorkát kért, és cserébe adott rothadt hús, köszönöm szépen. És mit írt nekem, hogy agyak, vagyis köszönöm. Utána pedig azt írta, hogy ha nincs nálad agy, akkor a cukorka is elég lesz. Hát jó, megkaptad a cukorkát, az agyamat azért nem adom. Nézzünk még más jelmezeket is. Itt van egy creeper jelmezbe öltözött gyerek. Gyere csak! Hey, uram, adna egy kis cukorkát? És hát így sziszegve mondta. Ő a zöldalma ízűt szereti. És adott puskaport, mert ugye creepernek öltözött. Oké, ő pedig olyanokat írt, hogy igen, hogy csak a zöldalma ízűt szereti. Ú, ez a cukorka nagyon jól néz ki, ami nálad van. Hogyha nincs, adja, ja igen, ezt a zombi mondta. Nagyon finom, köszönöm, és húga, itt már az agyamra pályázik mindenki, ajaj. Na nézzünk még, zombit már láttunk, creepert láttunk, boszorkány, na ő még egy jelmezes, boszorkánynak öltözött, milyen királyul néz már ki. Na gyere csak, te mit kérsz? Szőlőízű cukorkát kér, tessék. Köszönöm, és megemlítettem neked, hogy bájtalt készítek? Na, azt nem említetted meg, viszont pókszemeket adott, mert ugye a boszorkányok alapból adnak olyanokat is. Viszont van még elvileg egy póknak öltözött, és azt írta nekem ki a boszorkánynak öltöző gyerek, hogy kell cukorka a bájtalához. Na jó, van nekünk még egy gyerek, aki póknak öltözött. Hol vagy? Itt van. Itt van.
Na te mit kérsz? Szerintem ő tök ízűt fog kérni. Igen, és tényleg tök ízűt kért. Akkor odadom neki, tessék. Nem? Ó, és ad, igen, és most adott nekem pókfonalat. Nagyon király. Viszont ugye, ő nem fogja elfogadni a, például a zöldalma ízűt, látjátok? Kírja, hogy csak a tök ízűt szereti, úgyhogy erre vigyázni kell. Viszont a megacukorkát, hát ez nagyon szomorú, a megacukorkát mindenki szereti, szóval ha én adok neki megacukorkát, vagy bárkinek igazából, nézzétek, hogy jönnek érte? Azt nézzétek, hogy körbeálltak a gyerekek. Tessék, tessék, mindenki kap cukorkát, azaz, meg a cukorkát mindenkinek. És utána fel tudom venni, amit kaptam tőlük, hát annyira nem értékes, de... Ó, még kaptam üvegpalackot is, és restont is, na. Nagyon király. Oké. Na most van még egy érdekes dolog, hogyha valamiért meg akarnátok ölni őket, amit nem tudom, hogy miért akartok megtenni, akkor egy szörny bosszút fog állni. Azt hiszétek, kijött a bosszor... Ajaj! És megátkozott... zombival, zombiátokkal, amit már láttunk, hogy telerakja az inventorimat mérgező krumplival, de én eszek rá cukorkát, és az hatástalanítja az átkot. Nagyon király. Hát nem akarok itt most senkit sem lelkesíteni, de nézzük meg, hogy ő mit fog adni. És kiírta a chatbe, hogy segítség, ez az ember megőrült. Igen, meg vagyok őrülve, és egy zombi jött ki belőle, mert ugye zombinak költözött, és a zombi pedig bosszút fog állni. Akkor ő valószínűleg skeletont fog kidobni, hogyha megölöm. Hagyj békén, kiírta a chatbe, és tényleg skeletonná változott, csak ő beakadta egy blokkba, úgyhogy ezt kihasználom. Na nézzük még a többieket, ez egy nagyon ronda dolog, amit most csinálok, srácok, de ezt is be kell mutatnom, mert ez is a mod része. A boszorkányt láttuk, a pókot nem láttuk. És pókot adott, és hát nem adott, de pókká változott, illetve egy pók jött ki belőle. A zombit láttuk, skeletont láttuk, a creepert nem láttuk még. Kíváncsiak, hogy melyik creeper jön ki belőle. Ó, a sima creeper. Így, elég sokan meghaltak. Viszont... Aha. Azt hittem, hogy a Hello Creeper fog kijönni. Vagy a Creepovin, bocsánat, az a neve, amit ugye a videó elején láthattunk, de úgy látszik, hogy a sima creeper jött ki belőle. Na jó, srácok, hát elérkeztünk a mod bemutató végére. Szerintem egy nagyon király Halloween-i mod, nagyon-nagyon sok minden van benne, és nagyon jól meg van csinálva, nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy remélem nektek is. Hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek a videó alatt egy like-kal, illetve írjátok meg kommentben, és hogyha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a modot, akkor a letöltési linket megtaláljátok a leírásban. És mindenkinek boldog Halloween-t kívánok, köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk már egy következő videóban, addig is, sziasztok!